Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége idén is megrendezi a Körösvidéki Sulikupa megyei döntőjét. Hát mit kell tudnunk erről a versenyt? Irtózatosan sokan vannak, tulajdonképpen be is lakták a hosszú tavat. A versenyprogram lényege az, hogy a szövetség vízterületein lévő általános iskolák indulhatnak három fős csapattal, egy fő csapatvezetővel, szülő, pedagógus tölti be ezt a tisztet. 10 helyszínen vannak elődöntők vagy selejtezők, és onnan az induló létszám, csapat létszámosan arányosítva jutnak be a csapatok a döntőbe, amely az idén is a Mezőberényi hosszú távon kerül megrendezésre. Hát igen, mert hogy ugyebár volt már erre példa, hogy itt került ez ugyebár megrendezésre. Ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, ez a harmadik alkalom, hogy itt rendezzük meg a döntőt, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Mezőberény város önkormányzatának, illetve a Mezőberényi Horgászok Egyesületének megköszönjük azt, hogy itt lehetünk, és itt rendezhetjük meg a döntőt. És ugye bár említette azt, hogy selejtezők. Hát 10 selejtező volt, jól emlékszem? 10 helyszínen zajlottak a selejtezők. A szabályaink szerint a selejtezőn csak a szövetség által adott etetőanyagot és salit lehet használni, hogy ezzel is a feltételeket egy kicsit egységesítsük, illetve kiegyensúlyozottabbá tegyük. Itt viszont a döntőben, ahol már elméletek ugye a legjobbak, és gyakorlatilag is a legjobbak vannak, legalábbis akik a selejtezőn a legjobb eredményt értek el, itt már szabadon használhatják a megfelelő limitek belül, az etetőanyagot, csalit ők választhatják meg, a módszert, ami egy kikötés van, vagy a selejtezőkén, hogy úszós módszerrel lehet csak horgászni. Igen, és ugye, ahogy említette, a selejtezőkön kerülhettek ide be a csapatok. Hát ehhez képest Mezőberényből végül is egy csapat kerül be, mert hogy neki külön volt egy selejtezőjük. Így van, a Mezőberényi csapat itt a hosszú tavon mérkőzött meg a köröstarcsaiakkal, ahol a Mezőberényi Általános Iskola jutott be a döntőbe. És hát akkor ugye Papp Zoli vezetésével itt is egy háromfős csapat méretteti meg magát. Egyébként itt hányan vannak a versenyen? Hányan üldögélnek a tó körül? 18 csapat jutott be a döntőbe, egy csapatban 3 versenyző van, tehát 54 gyermek horgászik, 3 szektorra osztva, tehát minden csapatból egy-egy versenyző külön szektorban horgászik. Aki a szektorban a legtöbb halat fogja, az kap 1 pontot, a második legtöbbet fogó 2-t, és így tovább. Majd a verseny végén összeadjuk a csapatoknak a pontszámát, és természetesen az a csapat nyer, aki a legkevesebb pontot szerzi. Na, hát akkor izgalmas versenyre van kilátás, és hát nagyon szép díjazásokat is lehet itt úgymond kapni a végén, és nagyon-nagyon sok kategória van. Igen, minden résztvevőnek egy emlékéremmel készültünk. A győztes csapattagok ugyancsak érmet, illetve a csapatok kupát kapnak, de külön díjazzuk a szektor legtöbbet fogó horgászát és a legeredményesebb leány versenyzőt. Na, hát akkor ez nagy egyenjogúság egyében. Így van. A döntősök értékes tárgynyereményben is részesülnek, illetve egy meglepetéssel is készültünk az idén, hiszen ez az 5. sulikupa, úgyhogy egy hatalmas tortát is meg fogunk vágni az eredményhirdetés végén, ezzel kicsit ünnepelve magunkat is, hogy immár 5. évfordulóját ünnepeljük ennek a rendezvénynek. Hát minden adott ahhoz, hogy egy kellemes napot töltsön el mindenki. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a lehetőséget.